A következő videóban egy látomásról fogok beszélni, amit az Úr mutatott nekem 2023 végén, hogy mi fog történni 2024-ben. Meg fogok osztani egy esetet, ami épp múlt éjjel történt. Úgy hiszem az Úr megnyitotta az ajtót a démoni lények előtt, hogy megjelöljenek engem és a családomat. De ez egy csapda volt számukra, mert így a démonok felfedték valódi természetüket, és azt hiszem ezek azok, akik végig akarnak vonulni az egész világon ebben az évben, hogy pusztítást végezzenek. Tehát azzal, hogy megtámadtak minket, felfedték a valódi természetüket, így az Úr meg tudta mutatni nekem, hogy mi fog történni. Az Úr mutatott nekem egy modellt a molekulákról, vagy vírusokról, így azt hiszem ez ismét azt mutatja, hogy a démonok milyen helyzetet próbálnak kibontakoztatni, hogy valamiféle hamis egészségügyi támadást intézzenek, majd a segítség álcája alatt meg akarnak mérgezni. Továbbá úgy gondolom, hogy ezúttal a gyerekek ellen fogják felhasználni. Legutóbb az öregek ellen használták fel. Ez olyasmi, ami épp a múlt éjjel történt, amikor a gyerekeinket megtámadták. Szóval úgy gondolom, hogy erre nagyon oda kell figyelni. Az Úr áldjon meg benneteket, és sziasztok! Sziasztok testvérek! Lukás Meyer vagyok. Van egy proféciám számotokra arról, hogy mi fog történni 2024-ben. Az egész dolog akkor kezdődött, amikor mi, mint közösség ebben a házban, hosszabb ideig imádkoztunk, keresve az Urat, Szellemi háborút indítottunk az ellenség 2024-re vonatkozó tervei ellen. Volt egy látomásom két emberről, akik olyan köntösben voltak, mint a szerzetes csuhája. Egy barna csuha. Az egyiknek nagyon szürke volt az arca, csak a fejüket láttam, a többi részüket palást borította. És az egyiknek nagyon világos, szürkész színű volt az arca, sápat, és aztán egy maszkot tett az arca elé, egy olyan maszkot, mint amilyet a, például a halloween -kor hordanak, és ez a maszk öt ágú csillag alakú volt. Számomra ez semmi jót nem jelent. A másik szerzetes, mondjuk úgy, hogy szerzetes, nem láttam túlságosan az arcát, de láttam a maszkját, amit felvett, ami egy lómaszk volt. Ezt akkoriban láttam, már vagy egy-két hete, és ebből én azt vettem ki, majd kicsit később meg fogom osztani ebben a videóban, ami most jött elő talán fél vagy egy órája, ami megerősíti azt, amit láttam. Tehát, amit szerintem az Úr megmutatott nekem, az az ellenségnek a teljes támadása volt. Azt kell mondanom, hogy ezt a látomást akkor kaptam, amikor imádkoztunk, és kérdeztük az Urat, hogy mi fog történni 2024-ben, hogyan készüljünk fel. Tehát az egész támadás a katolikus egyházból jön a jezsuitáktól, mint a katolikus egyház fegyveres rendjétől, amelyet arra használnak, hogy a politikában, a külpolitikában és az egész világon véghez vigyék a dolgaikat, a háborúkat és sok mindent, ami történt, ezeket a jezsuiták befolyásolták. Tehát ez az egyik, amit az Úr megmutatott, ami 2024-ben történik, a jezsuiták nyomására. És ha azt hiszitek, hogy ez valami marhasság, igencsak bátorítalak titeket, hogy nézzetek utána egy füzet sorozatnak, amit Alberto-nak címeznek. Az Alberto az egy igazából képregény sorozat, ami úgymond grafikussal mutatja be, hogy mit osztott meg egy Alberto Rivera nevű ember, aki egy egykori jezsuita pap volt, egy egykori ügynök, aki a szentszéknek dolgozott, és mindezeket a gonosz dolgokat tette, őt is igazából megtanították a valódi egyház a katolikus rendszer szerint, mert sok mindent eltitkoltak, amit tettek. Szóval szerintem nagyon fontos, hogy meghallgassátok ezt a videót. Nem akarlak manipulálni titeket, de sok támadást kaptam, sok olyan dolgot, ami úgy érzem, mintha kísértetek lennének most itt, ezen a helyen. Úgy gondolom, hogy az Úr tényleg mutatni akar valamit a testvéreknek világszerte. Már készítettem egy hasonló videót németül, de szerintem tényleg érdemes meghallgatni. Kérlek, figyeljetek a végéig, mert ez ellen is van mit tenni, és mi tehetünk ez ellen, különben az Úr nem mutatná meg nekünk, és ő is akar tenni ez ellen. Tehát a katolikus egyházról és a jezsuitákról van szó. És hogyha egy kicsit ismeritek azt, amit Alberto mondott, Alberto Rivera. Az okkultizmussal dolgoznak. Igazából a kezdetektől fogva mélyen benne vannak olyanokban, mint a meditáció, levitáció, a telepátia és ilyen dolgok. Tehát mindezeket a gonosz dolgokat csinálják. Megmérgezik az embereket, és ez is része annak, ami szerintem az elmúlt években történt, vagy történik. Tudjátok, hogy sok ember halt meg, mert valamilyen orvosi, mondjuk így, orvosi kezelés történt velük, és úgy gondolom, ez is része a katolikus egyháznak, az egyház tervének a világgal kapcsolatban. Tehát ez az egyik a katolikus rendszerből, a Vatikánból jön. A másik dolog, hogy ez az ember, akinek ilyen sápa tarca volt, és egy csillagnak látszó maszkot viselt, ez számomra a halált jelenti. Nem csak arra gondolok, hogy a halál persze mindig jelen van a világban. A bűn zsoldja a halál, igaz? Tehát a halál mindig ott van, de eljön az idő, és ezt a jelenések hatodik részében is olvashatjuk, hogy eljön az az idő, amikor ezek a lények, szellemi lények, a halál, ugye Jézus azt mondta, hogy ha valaki hisz Jézusban, nem lát majd halált. Mások meglátják majd a halált, úgymond az arcában néznek. Tehát vannak ezek a lények, akik valójában jobban rálette keresztve a világra, és több hatalmuk, nem hatalmuk, hanem erejük van, többet kaptak az úrtól, mint más korszakokban. Ez a négy lovas ereje, az egyik a halál. Nem akarom azt mondani, hogy 2024 lesz az az idő, amikor a halált, mint ezt a negyedik lovast ráeresztik a világra. Nem akarom azt mondani, hogy ezt a negyedik lovast eleresztik. Nem tudom, hogy 2024-ben lesz-e, nem tudom, de azt tudom, hogy ebben az esetben a halálnak nagyobb ereje van. Ez egy olyan ajtó, amelyet az Úr nyitott meg, hogy a halál, ha nem vagyunk éberek, ha nem figyelünk oda, beléphet és erősebben működhet az öt ágú csillag hatása alatt, amely a mágia. Hát alapvetően fekete mágiával van dolgunk, mert csak a fekete mágia az, amely agresszívan gyilkol. Persze, mindenfajta mágia gyilkol, mert ez bűn, és a bűn megöli az embereket, még azokat is, akik gyakorolják, és azt hiszik, hogy ettől leszerejük. De ez egy nagy megtévesztés. De ez esetben a halál lesz, és az egész befolyás az okkultizmuson, a boszorkányságon keresztül fog történni, amely lehetővé teszi, hogy a halál sokkal több áldozatot szedjen. Ez az egyik dolog. És szerintem ebben nincs semmi új, ha csak három-egy évre nézünk vissza, mert láttuk, hogy az embereket tulajdonképp megölték, előtte egészségesek voltak, aztán kórházba kerültek, majd meghaltak, és ez csak azért volt, mert valaki talán egy kicsit kögött, vagy ilyesmi, történt valami, az egész dolog, az egész média, minden fel volt fújva, Félelemmel. És a félelem az egy szellem, a félelem egyfajta boszorkányság, amikor tolják a televízión keresztül, tolják a médián keresztül. Ez boszorkányság. És a boszorkányság az, hogy a félelem megnyitja az embereket a tényleges betegségeknek, és így a halál, és a betegség elérte őket a média félelemkeltése által. Ez az, ami szerintem nagymértékben történt, mert sok ember könnyedén megúszta, és nem kapták meg a cuccot, és semmi. Káruk nem volt, semmi bajuk. Lehet, hogy valamilyen betegség is volt, de a fő tényező ebben igazából a boszorkányság és a félelem szelleme volt. Én még mindig meg vagyok erről győződve, ez az egyik. A másik, a harmadik dolog, amit láttam, amit ebben az álomban kaptam, az az, hogy valami lóval kapcsolatos dolog lesz, és ha megnézed a Bibliát, a ló sokszor, legtöbbször a háborút jelenti. Tehát azt hiszem, hogy alapvetően két lény dolgozik együtt, három, a halál és az okkultizmus, a másik oldalon pedig a háború. És azt is látjuk, hogy a háború igazából a második ló, amit a jelenések hatodik részében eleresztenek. Ismétlen nem tudom, hogy tényleg ez az az idő, amikor ezt a lovast itt eleresztik, de vannak olyan idők, amikor a halál nagyobb ajtót kap, hogy belépjen a világba. És ha mi, mint Krisztus teste, nem vagyunk éberek, hanem vagyunk őrszemek, akik a falnál állunk, és nem vizsgáljuk azt, ami történik, és nem kongatjuk meg a vészharangot, és nem megyünk az Úr elé, és nem imádkozunk, és kérjük őt, hogy tegyen valamit ezzel ellen, akkor lehet, hogy ez igazából kárt fog nekünk okozni. Tehát ezek a dolgok itt vannak. Látjuk, hogy a háború már erősödik, Miközben láttunk dolgokat az egészségügyben, melyek támadtak, utána láttuk a háborút. És ha nem tudod, ez valami olyasmi, ami imák által történt, hogy több ember a hívők közössége imádkozott. És ezt meg lehet nézni, ezt majd linkelem. Az úr igazából a háborút használta fel arra, hogy kiszedje a gonosz tudományt azok mögül, a dolgok mögül, amiket az egészségügyben tettek néhány évvel ezelőtt. Három-négy évvel ezelőtt. Aztán elkezdődött a háború. Most pedig látjuk, hogy az ördög igencsak össze van zavarodva, már azt hiszem 2022-ben is nagyon meg volt zavarodva, mert az egész dolog egyszerűen csak összeomlott, az egészségügyi támadás, és aztán a háború épp ott tört ki, egy olyan helyen, ahol az ellenségnek nem tetszett, mert volt néhány laboratórium, melyet tényleg erre a dologra használtak, és így még több gonoszság történt hallani lehet gyerekkereskedelemről, az összes ilyen gonoszságról. Azt hiszem az öröknek még mindig nem tetszik ez a videó egyébként, szóval láttuk ezeket a dolgokat, és ezek úgy játszottak le, mint az okkultizmus, a halál, és most itt van a háború, és azt hiszem, az Úr megmutatja nekünk, figyelmeztet minket, hogy ez tényleg komolyabbá válhat. Ha azt hiszed, hogy már ez is túl sok, akkor vigyázz. Jézus azt mondta, hogy nyomorúság lesz, nagy nyomorúság, és olyan rossz időszak lesz, hogy szinte senki sem fog megmenekülni. Tehát ezért számolnunk kell azzal, hogy ez még erősebbé válhat. Ez azoknak szól, akik talán kicsit Szeptikusak az egésze kapcsolatban, nem, ez bármikor rosszabbá válhat, és ez az, ami ellen fel kell lépnünk, ami ellen imádkozzunk kell. Tehát ami megerősíti azt, amit láttam, hogy ezen az éjszakán nagyon érdekes találkozásokban volt részünk. Amikor le akartam feküdni, feleségem még oda ment a lányomhoz, aki aludt, aztán felébredt. Azt mondta, volt egy álma, feleségem visszajött hozzá, én már éppen az ágyban feküdtem, és ő elmondta, hogy ő álmodott valamit, a lányom, és amit álmodott, hogy volt egy gyönyörű fény, volt egy vörös ló, és volt egy barátja az álomban. És szinte felugrottam, azonnal felültem az ágyban, mert itt van valami. A vörös ló a háborút jelenti. És ez a fehér, ragyogó, gyönyörű fény, ez nem mindig isten, mert meg van írva, hogy a sátán is valójában csodálatos fény mögé rejtőzik. Úgy hívják, hogy a világosság angyala. Szolgái is ebbe a fénybe öltöznek. Tehát imádkoztunk, elutasítottuk ezt, és azt gondoltam, hogy hát, talán lehet, hogy mégis jó, mert a Bibliában is vannak örös lovak. Azt hiszem a Zakariás könyvében jó angyalok, akik végig lovagolnak a világon, és figyelik, hogy mi történik. Lehet, hogy ez mégis csak rendben van, de aztán visszamentem az ágyba, és ott volt a fiam az ágyban, ott aludt, és ő megkérdezte, volt igazából egy álmom, és volt egy gyönyörű fény, majdnem elaludtam, a szemem már csuka volt, és ebben a pillanatban volt egy fényvillanás. Azt gondoltam, hé, hey, ez nem normális. Nem normális az Úrnak, nem kell ilyen dolgokat elét tolnia, csak mert ez egy gyönyörű fény. Nem, ez démoni volt. Ha egyszerűen csak egy gyönyörű fény lenne, akkor ez gyönyörű fény, és kész, az úgy rendben van. De Istennek nincs szüksége arra, hogy az arcodba üvöltse, hogy hé, hey, itt van egy gyönyörű fény. Nem, ő neki nincs ilyen feltűnési viszketegsége. Isten nem ilyen, tehát ez démoni. Szóval felébredtem, és elhatároztam, hogy teszek valamit ezzel ellen. Ez az egyik dolog, amit szerintem te nem kell, ahogy most itt ülök. Tehát amikor elkezdtem készülődni, elkezdtem tüzet rakni, aztán kimentem a szobából, visszajöttem, és láttam az ajtón keresztül, az ajtóüvegen ott, azon keresztül láttam a tűzhelynek a tüzét, tehát ragyogott a falon, de nem narancssárga volt, vagy vörös, hanem lila volt. Nagyon furcsa volt, és tudtam, hogy mi itt nem égetünk mi anyagot, ne értsetek félre, fát égetünk. És van itt valami. Szóval hiszen biztos vagyok benne, hogy egy szellem támadott meg minket, és ami a helyzet, hogy vissza kell mennem egy kicsit, amikor ezt a fényvillanást kaptam, a szemeim azt hiszem egy kicsit még mindig csupa voltak, és valami olyasmit láttam, mint ezek a nagy, tudjátok, ilyen modellek, ilyen kémiai atomokról és molekulákról, melyek összeállnak, amikor megmutatják nektek ezeket az animációkat a vírusról, ez így nézett ki. Úgy nézett ki, mint ez a, az olyan ketrec, vagy valami ilyesmi, mint egy ilyen szerkezet, csomó ilyen volt. Tehát számomra, tehát ott volt ugye ez a vörös ló is, ugye a háború, a világosság angyala az álomban, és aztán ott volt ez a vírusos dolog. Tehát számomra ez azt jelentette, hogy ez az okkultizmus, ez a halál és okkultizmus keveréke igazából arra használja, vagy visszaél az ördög világosság képességével, hogy betegségeket, propagandát, egy új napirendet erőltessen. Egy betegséggel kapcsolatban ez épp most szabadul el, átfunul a világon, vigyázzatok, mert ez még rosszabb lesz, meg minden ilyesmi. Azt hiszem, hogy 2024-ben ezt akarják csinálni, ez a halál, az okkultizmussal együtt a propaganda gépezet, hogy újra és újra el akarják kezdeni. Láttuk ezt a majom himlővel, és láttuk más dolgokkal is. Próbálkoznak, próbálkoznak, és a mi dolgunk, hogy ezt lelőjük. Tehát a lényeg az, hogy ezt mi lelőjük. És szeretném megosztani veletek, hogyan tegyük ezt, mert tudunk kötözni és oldozni. Az Úr Jézus azt mondta, ha ketten vagy hárman megegyeznek és összejönnek Jézus nevében, ő már közöttük van. És amit a földön megkötöznek, az a mennyben is meg lesz kötve, amit a földön kioldoznak, a mennyben is ki lesz oldozva. Hát ez nagyon fontos, de mit jelent ez, hogy meg tudjuk kötözni a démonokat? Nem csak a kis démonokat kötözhetjük meg az emberekben, vagy a házakban, vagy a régiókban, vagy bármi másban, hanem a nagyokat is meg tudjuk kötözni az egekben, a mennyei régiókban. Igen, lehet, hogy lesz ellenreakció. Úgy értem, én is megijedtem, mielőtt megcsináltam ezt a videót, mert annyi fura, kísérteties dolog volt itt. De alapvetően nem ártalmas. Dicsőség Istennek, ő véd minket. Tehát tényleg az Úr Jézusra kell koncentrálnunk, nem szabad félnünk, hogy mi van, ha megtámadnak. Ha újjászülettél, ha a vér alatt vagy, ha az Úr Jézussal élsz, vele jársz, nem futsz szándékos bűn után, akkor ez a tiéd, hajrá, ez a tiéd. Jézus azt mondta, ő ott van, és meg is teszi. Tehát a költözés... Szerintem, csak megmutatom majd nektek később, az oldozás jelenteti azt, hogy egy helyi szellemét, egy gonosz szellemet kioldozunk, hogy könnyebben kiszedjük a helyről, de jelenteti azt is, hogy Uram, kérlek, oldozd el az angyali seregeket. Az Úr Jézus azt mondta a gecsemánai kertben, nem tudjátok, hogy kaphattam volna 12 légiónyi angyalt, ha kértem volna? Ez az oldozás. Atyám, kérlek, ódoz ki angyalokat, küldj angyali seregeket, hogy harcoljanak ezzel a katyvasszal. És ez az, amit nekünk tennünk kell. Kötözni és oldozni. Ez biblikus. Jézus azt mondta, hogy mostantól fogva látni fogjátok az emberfiát, és az angyalok fel és le fognak járni ő rajta, fel és le fognak szállni a mennyből és a mennybe. És hiszem, hogy az Úr Jézus igazából a kötözésről és oldozásról beszélt, az angyalok szolgáltak neki, felmentek, szán újra lejöttek, szolgáltak neki, majd újra fölmentek. Ez a kötözés és oldozás. Az Úr angyalokat kért, hogy szolgáljanak neki, erősítsék őt. Nekünk is ezt kell tennünk, Na most, Na most megmutatom nektek, meg és bátorítalak titeket arra, hogy hogyan imádkozhatok ilyen módon. Ha további anyagra van szükségetek, akkor linkelek valamit ide a leírásba. Így ti is a háborúba mehettek, és légy kapcsolódjunk össze. Ez nem arról szól, hogy milliónyi ember kell, hogy imádkozzunk ez ellen. Elég, ha van egy valaki, aki tudja, mit csinál, aki tudja, hogy ki ő Krisztusban, hogy a mennyei régiókban ül, a harmadik égben, az Atya Isten trónján, az Atya jobbján, az Úr Jézus Krisztusban magasan minden más fejedelemség, hatalom, erő, démon, bármi felett. Mi ott vagyunk. Tehát én így kötöznék, mennyi atyám, köszönöm ezt a videót, először is megkötözöm az összes gonosz szellemet, akik hátráltatni akarnak, vagy meg akartak ijeszteni, hogy megcsináljam ezt a videót, a jezsuita okkultizmus minden szellemét, a boszorkányság átkait, a katolikus átkokat, a kísértés, a háború, az okkultizmus, a fekete mágia, a világosság angyalának minden szellemét. Megdorgálom őket Jézus nevében, atyám kérlek, kötözd meg őket, rángasd ki őket, oldozd ki elegendő angyali sereget, hogy megbüntessék őket, oda tegyék őket, ahova Jézus akarja, hogy kerüljenek. Ticsőség Istennek lehet, hogy van szabadulás. És mennyi, atyám, kérlek, hogy átkozz meg az új világrend, az illuminátusok, a Vatikán, a jezsuiták minden tervét 2024-re, megátkozzuk ezeket, megdorgáljuk őket, nem járulunk hozzá, nem akarjuk, hogy ez megtörténjen, nem akarunk több háborút tőlük, nem akarunk több propagandát, halált, oszorkánságot, betegséget, hogy itt közöttünk járkáljon. Nem. A 91-es zsoltár szerint igazából nem fogunk félni attól, hogy ezek a dolgok itt járkálnak körülöttünk, és nem is akarjuk, hogy ezek itt járkáljanak. Megkötözzük őket Jézus nevében, megkötözzük a propaganda hazugságokat, a propaganda gépezetet, megparancsoljuk, hogy az összes média támadja meg Babilont támadják meg az egész katolikus rendszert Jézus nevében. Az egész boszorkány rendszert, média támad meg őket Jézus nevében. Atyám oldoz ki elég angyalt, hogy kényszerítsék őket, és ha ellenállnak, akkor legyenek megbüntetve súlyosan az összes átokkal és fegyverrel, mely a te igétben szerepel legyenek átkozottak, tehát atyám, a világosság minden angyala, sötétedjenek el, hogy a gonosz arca megnyilvánuljon. Kötözd meg őket, az összes szellemet fentről lefelé, az égtől a földi kötözd meg őket. Helyezd őket karanténba, adj nekik emlékeztető oltást Jézus vérével, ahogy ők akarták tenni mindenkivel két-három évvel ezelőtt. Köszönöm, atyám. Mi gyűlöljük ezeket a gonosz háborús szellemeket, akik támadni akarnak Jézus nevében, megkötözzük őket is, a vörös lovat, megkötözzük a lómaszkos alakot, Jézus nevében megdorgáljuk őket, megátkozzuk a műveiket, nem engedjük, hogy szabadon működjenek. Atyám, kérünk, hogy lögdőket oda, ahol meg kell támadniuk az illuminátusokat, a Vatikánt. Visszaoldozzuk a háborút a katolikus egyházra, Vatikánra Jézus nevében, a migrásáradatot is visszaoldozzuk a Vatikánra, Jézus nevében megátkozzuk az összes gonoszságot. Mindezek a megtévesztő szellemek, akik még a hívőket is el akarják hitetni ezekkel az egészségügyi helyzetekkel, a háború hamis okaival, ezek a szellemek legyenek, átkozottak és égjenek el teljesen. Köszönök, atyám, minden szabadítást. Atyám, szabadítsák minket a gonosztól. Köszönöm, atyám, hogy elég erőt, elég fegyvert, elég hatalmat adsz nekünk, Megátkozom minden gonoszságot, amely házról házra akar járkálni. Félelembe akarja taszítani az embereket, az összes félelem szellem, amely meg akar támadni. Nem engedjük ezeknek, hogy kimenjenek a világba, hogy a halállal, az okkultizmussal és a háborúval együtt elvégezzék a munkájukat. Megkötözünk, elküldünk arra a helyre, ahová most azonnal menetekkel, ahová menetekkel, ahová az Úr akarja, hogy menjetek. Köszönjük mennyi, Atyánk, dicsérünk téged, dicsőítünk. Te jó vagy, Uram Jézus, Te jó vagy. Te odaadtad a testedet, odattal a véredet. Köszönjük, hogy mi a Te tested lehetünk. Megtisztulhattunk a véred által, hogy az élet visszatérhetett a Te testedbe, és elkezd áramlani. Mint amikor túl sokáig ültünk a lábunkon, és elzsibbadt, majd a vér visszajön, így igazából te is életre kelted a végtagokat, melyek aludtak a testedben. Úr Jézus, kérlek, ébresz fel a te mennyasszonyodat, a testedet, állíts még több őrt a falra, hogy kiáltsanak, hogy hol tart az idő, kiáltsák, mi a te akaratod, mit akar az ördög tenni, hogyan tudjuk megtámadni, hogyan tudjuk megállítani. Úr Jézus, köszönjük! Tehát a nagy helyzet az, hogy sok embernek van egy elképzelése, benyomása arról, hogy ez már nem megy így örökké tovább, lehet, hogy most van a végidő, lehet. Nem tudom, Istenem múlik. De egy dolgot tudok, és ezt többször is elmondtuk az elmúlt napokban, és szeretném ezt megosztani veletek. Roni testvér mondott valamit. Ő úgy érzi, de igazából úgy tűnik, én is olyan ezt fogalmaztam meg tőle függetlenül ezekben a napokban, hogy valószínűleg minden generációban bizonyos pontokon van egy nyitott ajtó, Isten megnyitja azt az ajtót az Antikrisztus előtt, ha az emberek nem éberek, ha Krisztus mennyasszonyan nem figyel oda, ha hitehagyásban van, ha félreállnak az útból, ha Isten igéje, ha Jézus félreáll az útból, mert félre van lökve, akkor eljöhet az Antikrisztus. Igen, eljöhet, de sokkal jobb, ha nem jön el, mert a pogányok számának még be kell telnie. És ez egy szörnyű idő lesz. Miért kellene megtörténnie? Meg van írva az írásokban hogy ne vágyakozzatok, ne várjatok, és ne kívánjátok. Ne, reménykedjetek az Úr napja után, mert ez egy rettenetes nap lesz. Rettenetes idők előzik meg olyanok, meg se utána nem lesznek, se előtte nem voltak. És voltak szörnyű idők a történetben, úgy értem, nézzétek meg a holokausztot, a második világháborút, nézzétek meg Noé napjait. Ugyanolyan lesz, mint Szodoma napjaiban, még rosszabb lesz. Tehát ne kívánjátok ezt, Inkább harcoljatok, tartsátok ezt vissza, fogjátok vissza, mert addig a pontig van valami, ami visszatartja az Antikrisztust. Távol tartja, visszatartja. Nem tud eljönni. Tehát imádkozhatunk, Uram, tarts vissza, és melesleg nagy az űrzavar a világban. Kérlek, tégy valamit, hogy ez ne bátorítsa és ne kényszerítse az Antikrisztus, hogy eljöjjön. Ez tehát az én bátorításom erre az estére. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok hogy imádkoztatok, hogy megvizsgáltátok ezt a tróféciát, Tényleg arra kérlek, hogy ha hiszitek, hogy ez az Úrtól van, hozzátok meg, mert ez olyas valami, amire tényleg fel kell készülnünk. Küldjétek el az embereknek, hogy ne akadjanak ki, ne kerüljenek bele a végidei elmekontrollba, ahogy Wim Worley írta az ugyanilyen című füzetében, amit nagyon ajánlok. Nem, nekünk harcolnunk kell. És fel kell néznünk, mert eljön az időnk, eljön a reménységünk, közeledik a mi megváltásunk. Szóval Maranata, és az Úr Jézus Krisztus veletek. Amen.